Hát akkor szeretettel üdvözlök mindenkit az Eötvös Károly Intézet és a Médiakutatási és Művészetelméleti Intézet közös vita fórumán. Először mondanék 3-4 szót az Eötvös Károly Intézetről, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindenki ismer minket. Ez egy főként alkotmányjogászokból álló civil szervezet, ami az alkotmányosság, a demokratikus jogállam és az egyéni jogok érvényesüléséért dolgozik, és ennek a munkának része a demokratikus vitakultúra fejlesztése és az a demokratikus alapértékek terjesztése is. Ez a projektünk az egyetemi polgár, amiről már ti is olvashattok. Ez egy 2015 februárjában indult átfogó program. Az egyetemi demokrácia és az egyetemi polgárság jogainak védelme érdekében dolgozunk, és a projekt legfontosabb eredményeit az egyetemidemokrácia.blog.hu oldalon foglaljuk össze. Ezt lehet nézegetni időnként. És itt olyan témákról írunk, mint az egyetemi ombudsman intézménye, az egyetemi autonómia védelme és annak határai, az egyetemi polgárság jogainak védelme és az egyetemek működésének átláthatósága. Ennek a projektnek a keretein belül készítettünk egy irányelvcsomagot, amit nektek is kiosztottunk, és mint minden ilyen dokumentumnak a nyilvánosság a legfőbb próbája, úgyhogy ezért vagyunk ma itt, hogy ezt megvitassuk. A résztvevők pedig bennettem Majtényi László, az Eötvös Károly Intézet elnöke, tőle balra Papréga Kinga egy aktivista, és az asztal végén pedig Murai László, az LTBTK-hők elnöke foglal helyet, én pedig Kis Eszter vagyok, és most kettős szerepben, mint az Eötvös Károly Intézet munkatársa, és mint az ELTE hallgatója moderálom ezt a beszélgetést, illetve még utoljára külön köszönetre illeti György Péter tanárodat, a Művészetelméleti Intézet igazgatóját, mert nélkül ez az esemény nem jöhetett volna létre. És akkor most bele is vághatunk. És első kérdésként az lenne még egy dolgot felejtettem el, hogy ez a beszélgetés ez igazából csak vitaindító lenne, tehát körülbelül egy 45 percet beszélgetünk, vagy inkább kevesebbet, most így a késés miatt, és utána kinyitnánk a közönség felé ezt a kérdezési lehetőséget, és azt szeretnénk, hogyha ez tényleg egy párbeszéd lenne, és nem csak mi beszélgetnénk valamiről előttetek, veletek is folyna egyfajta beszélgetés. És akkor most már tényleg felteszem az első kérdést. Mi a különbség a politika és a pártpolitika, illetve a civil közélet és a politizálás között, és ezeknek milyen helye lehet az egyetemeken? Bölcsészkari előadó teremben azt mondom, hogy azért is zavarba vagyok, hogyha fogalmakat tisztázni kell, hogy mi a különbség a pártpolitika és a politika között, de ha kérdés ez, akkor természetesen megteszem. Elég kézenfekvő dolog, ugye, hogy az eredeti görög fogalom szerint, ugye a közügyekkel való foglalatosságot értették a politika alatt, nyilván itt nem kell mondanom, és a pártpolitika az pedig hát a pártok által uralt, és nem, a közönség által nem annyira szeretett dolog. Hozzáteszem, hogy ez is azt gondolom, hogy rettetesen veszélyes, és nekem van egy ilyen kedvenc fordulatom, Eszter ismeri, mert ezt szeretem elmondani, hogy ugye van egy ilyen legendás személy, aki egyébként élő személy, ma is a Csillaghegyi templomban megjelenik minden istentiszteleten, a Viola néni, Eszterházi Péter Viola nénie. A Viola néniről én azt képzelem el, hogy már a elemi iskolában is azt tanítja a gyerekeknek, és ő is talán már, ő is annak idén azt tanulta az egyetemen, hogy a politika az egy bűnös dolog, a politika az a bűnözők terepe, rendes ember távol tartja magát a politikától, hanem átengedi a bűnözőknek. Na most ez egy rettetesen veszélyes gondolat, és azt gondolom, hogy rendkívüli módon elterjedt a magyar felsőoktatásban is, hogy az egyetemeket tartsuk távol a politikától, a diákok magukat tartsák távol a politikától, és a professzorok meg aztán végképp tartsák magukat távol a politikától,
és az egyetem vezetői is. Ugye ennek vannak olyan elemei, amik szerintem nagyon helyesek, de nem mindegyik elem. Ehhez hozzáteszem azt, hogy ugye ez az egyik, ez a Viola néni, ami nekem erről eszembe jut, és van egy másik is, ami egy friss dolog, hogy elég öreg vagyok ahhoz, hogy megvannak a tapasztalataim a pártállami időkből is, és nagyon-nagyon úgy érzem, hogy kezd egy olyan érzület eluralkodni, ami nekem, hát idősödő férfinak meglehetősen ismerős, vagyis egy olyan, hogy egy egyetemnek is lehet olyan feladata, hogy a mindenkori hatalom, most nem akarom azt mondani, a párt és a kormány, mindenkori hatalomnak minden olyan részét, amit ki lehet nyalni, azt ápolja le. És ez a viszony a politikához. Ezt korábban nem éreztem, ezt az utóbbi egy-két évben kezdem el érezni. Tehát ez a két alap érzésem. Hogy is volt a kérdés? Hogy melyiknek milyen helye vagy szerepe lehet az egyetemi életben? Megint azt kell mondjam, hogy jó, nem joga vagyunk, tehát azt azért mondhatom, hogy csupa választó jogosult polgár van az egyetemen, tehát az egyetemi polgárok mindegyike aktív és passzív választójoggal rendelkezik. Mondjuk a passzív választójoguk, legalábbis a hallgatóknak nem teljes, mert például vannak olyan tisztségek, amelyeket 35 éves életkorhoz köt az alaptörvény, illetőleg a korábbi alkotmány, de alapvetően ugye politikai lények vagyunk, és természetes közegünk a politika és a politikai véleménynyilvánítás. Tehát a tézis az, és mindannyiunk előtt ott vannak a mi téziseink, a tézis az, hogy egyenlő jogokkal rendelkeznek a politizálás terén az egyetemi polgárok, ami nem jelenti azt, hogy ne lehetne és ne kellene különbséget tenni mégis abban a tekintetben, hogy a politikai szólás szabadsága indokoltan bizonyos kategóriákban nem eltérő-e. Például az egyetem vezetői a mi tézisünk szerint pártpolitikai nyilatkozatot nem tehetnek, ami már egy egyetemi hallgatóra nézetem szerint nem érvényes. Tehát itt miközben egyenlőek a jogok, érdekes módon, egyébként ez nem olyan ritkaság, minél magasabbra megyünk a ranglétrán, annál inkább kell vigyáznia mindenkinek arra, hogy milyen módon nyilvánít politikai véleményt, és mi az, amit illető elmondani, és mi az, amit nem. És ugye van, a határok azok meglehetősen képlékenyek, hogy tudnélik ugye az, hogy milyen világnézete van egy egyetemi tanárnak, az meggyőződésem szerint nem kell, és talán nem is helyes eltitkolnia, azonban nyilvánvalóan pártpolitikai propagandát nem folytathat egyetemi oktató, és a diákoknál ezek a határok nyilvánvalóan tágasabbak. Nem akarom elvenni a szót, és nem akarom túlbeszélni a többieket, és nem is akartam elsőnek megszólalni. Én most átadnám a szót a kapcsolatok mindjárt, hogyha hajlandó folytatni. Köszönöm. Most akkor kihagyom az olcsó poénokat azzal kapcsolatban, nem hagyom ki, amikor azt mondja Majtényi László, hogy idősödő férfiként majd így hátra néz, akkor gondolom tiltakoznom kéne. Nem egyetlenem. Szóval, hogy de inkább az ilyen pókerarcot választottam, mint biztos stratégiát. Nem, most sem szabad. Na jó, mindegy, hagyjuk ezt. A depolitizáltsággal kapcsolatban ez nem lehet az egyetemi depolitizáltságról, vagy az akadémiai szektornak erről a furcsa depolitizáltságáról, és különösen a baloldalisággal szembeni teljes zártságáról, vagy ilyen nagyon erős zárásáról csak jelen időben beszélni, mert hogy ez egy nagyon stabilan körülírható történeti fejlemény, és annak egészen konkrétan az az oka, ha már itt ülünk az esztétika szak pátriája alatt, akit meg lehet idézni mondjuk Lukácsot, egy kicsit,
hogy volt ez az állítás hosszú ideig, hogy ami politikai, most nagyon leegyszerűsítve, mert aki tudja, azt tudja, aki nem tudja, annak meg úgyse tudnám helyesen rekapitulálni pontosan, hogy a pártállami időkben az volt az állítás, hogy van a helyes politikai irány, ugye, és ami politikailag bármilyen tekintetben érintett, annak a párt irányvonala alá kell esni, és erre kitalált a végtelen mennyiségű bölcsész. Ezt mondjuk én a magyar szakon sokkal jobban érzékeltem az irodalmárok között, akik mái napig úgy olvassák Derridától a Marx kísérteteit, ami azzal kezdődik, hogy milyen méltatlan, hogy a bölcsészek esztétikai szövegekként vizsgálják Marxot, hogy azt mondják, hogy ők pusztán esztétikai vizsgálat alá vonják ezt a szöveget, az nagyon vicces. Egyébként hasznos is valamennyire, meg hát borzasztóan korlátozott is, hogy ennek az az oka egyébként, hogy ez egy sok évtizedes védekezési stratégia volt a központi direktívával szemben, azt mondja, hogy ennek a dolognak nincsen politikai tétje, ez pusztán egy ilyen esztétikai vizsgálat, mondjuk stilisztika, akkor kezdett el a stilisztikának ez az egészen furcsa formális iskolája virágzani, szerintem sehova se tartott, de szórakoztató volt minden esetre, és védett. És aztán valahogy a szovjet kísérlet bukása után senkinek nem volt kedve a liberalizmusnál emerébb bármivel foglalkozni. Ez persze nem igaz a társadalomtudósokra, mert azért a társadalomtudományi szakokon, vagy tanszékeken, vagy általában egyébként a szociális szakmában nagyon nehéz olyan terepen is gyakorlatot szerzett, és komoly állásfoglalással, tehát tapasztalattal, meg kiterjedt tudással rendelkező embert találni, aki ne volna legalább módszertanilag baloldali, de őket leszámítva egyébként ez mindenütt egy ilyen tilos dolog, és szerintem ennek is köszönhető egyébként az, amiről most mi nem közvetlenül beszélünk, de egyébként ez szerintem egy fontos jelenség, főleg az ELTE bölcsészkaron, hogy nagyon-nagyon kicsi zárványokat kivéve ezen az egyetemen, hogyha van határozott politikai állásfoglalás, akkor az középkonzervatív, vagy attól jobbra van. És nekem nem a középkonzervatívval van a bajom, bár van bajom azzal, hogy aztán az a finanszírozást hogy befolyásolja, meg hogy meccselik ezt le a tanszékek egymás között. Én olyanról nem tudok, hogy az ELTE-n esne bántódás a hallgatónak azért, mert bemegy valamelyik előadásra egy összecsavart 168 órával a hóna alatt, bár szerintem 168 órát felesleges olvasni, de ez egy másik kérdés. De mondjuk ismerünk ilyen eseteket, alapvetően elmondásokban, mert etikai eljárás egyikbe se indul, de ismerünk ilyen eseteket például a Pázmányról vagy a Káruliról, amikor az embernek a politikai állásfoglalása miatt meggyűlt a baja egy oktatóval. És ezek szerintem nagyon fontos dolgok, és ennek a már korábban túl hosszan elmesélt ilyen fura balra zárás és mesterség és depolitizáltságnak köszönhető az is, hogy az egyetlen, nem az egyetlen, kettő politikai mozgalom nőtt ki az akadémiai szférából az elmúlt mondjuk 15-20 évben, abból az egyik az LMP-PM, aminek most így, na mindegy, ebben ne is menjünk bele, és ott is volt nagyon sok gond szerintem, de mondjuk a zöld mozgalom kinevelte a maga gyengécske, de még mindig jobb, hogy vannak, mintha nem lennének pártjait, és azon kívül ott a Jobbik, akiknek elképesztő súlya van, éppen azért, mert egy ilyen légüres térben minden meglévő blokk nélkül egy olyan generációnak kezdenek el állati hangosan kiabálni, egy ilyen szupernormális ingerként, akik el voltak zárva a korábbiaktól, tehát nincsen szerintem egyébként, ez nagyon, nekem nagyon fura, biztos azért, mert más történelmi órákra jártam, vagy nem tudom miért, de hogy nincsen meg például az a fajta politikai immunitásuk a szélső jobb oldallal szemben, ami mondjuk egy poszttraumás családból jövő embernek megvan. És amikor arról beszélünk, hogy lehet-e politizálni az egyetemen, vagy nem, akkor azért implicite arról is beszélünk, hogy van-e helye a Jobbiknak az egyetemen, vagy szerintem az ELTE-n, az ELTE bölcsészkörén kell arról beszélni, hogy van-e helye a Jobbiknak az egyetemen, vagy nincs. Tehát egy szélső jobb oldali pártról beszélünk, és nem egy nem tudom, tingilingi virágos hippikről, vagy oda-vissza szaladgáló szocdemekről, akikkel egyébként lehet baja az embernek, de hogy azért ez egy nagyon másik kategória. És éppen ezért én most már túl hosszan amellett érvelnék, hogy történeti szempontból vizsgáljuk meg a helyzetet, mielőtt egy ilyen deklaratív szabályozást lerakunk, mert hogy egyébként kellenek ezek a dekrétumok, de ahhoz, hogy egy politikai tér, vagy egy beszédtér, egy diszkurzív tér az egészségesen tudjon működni, és nyitott tudjon lenni, és egy hallgató érdemben ki tudja nyitni a száját, ugye ez a szóra bírható-e az alárendelt, ne csak az legyen mondva, hogy beszélhetsz bármikor, és nem keressük, hogy miért nem beszél,
ahhoz ezekkel a problémákkal foglalkozni kell. És akkor itt kiderült, hogy egyébként szerintem nem kéne legyen helye a Jobbiknak az egyetemen, de ez szerintem nem meglepő. No, én először is sok szeretettel üdvözlök mindenkit, aki eljött ezen a csodálatos napon, ebben a csodálatos időpontban, erre a rendkívül fontos beszélgetésre. Hát a beszélgetésnek az ívében most nem tudom, hogy tudnék relevánsan becsatlakozni hallgatói önkormányzati vezetőként, sem a szakmaiságot, sem pedig azt a lendületet, amivel itt érveltünk vice versa az egyetemi politizálás mellett, nem feltétlenül fel tudnám menni a lendületet. Ugye az alapkérdéshez térnék vissza egy picit, hogy politika versus pártpolitika, van-e szükség és mi a helye az egyetemen? Azért a hallgatói önkormányzat perspektívájából az elmúlt időszakban elindult egy elég, hát hogy is mondjam, markáns folyamat, aminek most ott tartunk, abban a szakaszában, amikor kimondásra került az, hogy egyébként a politika, mint olyan, az, ahogy egyébként tanár úr is említette, körülöttünk van, politikus lények vagyunk, ez egy olyan téma, amit szerintem az egyetemi közegben, a választópolgárok között egyszerűen nem lehet kikerülni. Hallgatói önkormányzati szinten el tudom mondani, hogy a pártpolitizálás mindenféle aspektusa hát háttérbe vonult. Nem tudom, hogy egyébként mennyire volt ez előtérben. Ugye azért megjelent jó sokszor a mainstream médiában az, hogy a hallgatói önkormányzatok és a hallgatói önkormányzatiság, főleg itt az LTBTK-ról, hogyha beszélünk, akkor elment egy elég erős pártpolitikai irányba. Én 2012-ben kerültem be az egyetemre, igazából 13-ban volt az első olyan választás, amikor engem hallgató érdekképviselőnek választottak, abban a rendszerben, abban az érában már egyáltalán nem volt ez jelen az életünkben, és mi is úgy kérdezgettük egymás között, amikor kirobbantak a botrányok, hogy hát miről is van szó, ezt hova lehet visszavezetni, ennek mi lehetnek a történelmi okai, és abból próbáltunk meg rekonstruálni dolgokat. Úgyhogy ebből a szempontból, a hallgatói önkormányzat szempontjából a politika versus pártpolitika kérdést azt így tudtam volna megközelíteni. Köszönöm, és akkor folytatnám, hogy belekapaszkodva abba, hogy az oktatók ugye nem népszerűsíthetnek pártot az óráikon. Ebben valószínűleg mindannyian egyetértünk, de talán nem is ezzel szokott lenni a gond oktatási helyzetekben nyílt propagandával. És az lenne a kérdésem, hogy az oktatók egyetemen kívüli szereplése hogyan befolyásolhatja az egyetemen belüli szerepüket. Tehát például, ha az egyetemen kívül tesznek kirekesztő vagy morálisan elítélendő megjegyzéseket, annak az egyetemen belül milyen morális vagy jogi következményei lehetnek. Vagy ha egy oktató ismerten egy párt tagja, akkor ennek milyen következménye kellene, vagy kéne, hogy legyen általában a tanításra nézve? Azért, hogy van-e belőle probléma, ahhoz ezek elszigetelt esetek, de tudunk olyanról egyébként, mondjuk pont ilyen zöld mozgalmi elkötelezettségű oktatóról, aki nem írt alá indexet szemináriumi hallgatónak addig, amíg le nem adta a megfelelő mennyiségű kopogtató cédulát. Ezt persze mindenki tudta, és senki nem jelentette, és senkinek nem volt abban bizalma, hogy ebből valaha etikai eljárás lesz. Meg hát aztán egy nagyszerű karizmatikus... Nem. Nem. Itt szerintem nehezebb lett volna megcsinálni, ez egy másik kérdés, ezt tök szívesen elmesélem, csak most készül egy felvétel, és nem szeretnék becsületperbe bonyolódni valamiről, amit azt már nem tudok bizonyítani. Az ilyen esetekben segíthetne az egyetemi ombudsman intézménye, amiről olvashattok az egyetemidemokrácia.blog.hu. Például, hogyha az oktatók is tisztában lennének azzal, hogy ezt soha semmilyen körülmények között nem engedhetik meg magunknak, de nagyon ügyesen helyezed el a diszklémereket. Tehát azért ebből adódnak problémák. Az megint egy másik helyzet egyébként. Tehát, hogy egy egyetemi oktató az esetek elsöprő többségében
ideértve a filológiai proszemináriumot, rendelkezik valamiféle karizmával, ha az negatív, akkor is, mert hogy van ez a pedagógiai helyzetnek a sajátja, és ha valaki ezzel jól él, akkor annak nyilván hatalmas lesz, ha valaki ezzel jól él, akkor nagy lesz, de nem jön vele vissza, ha valaki rosszul él, akkor is lesz valamennyi, tehát van valamennyi hatása. És mondjuk minket kevésbé érint, de például a jogi karokon jellemzően rengeteg aktív politikus tanít. Amit én önmagában nem tartok problémának, azt már sokkal inkább tartom problémának, hogy ezekkel az aktív politikusokkal kapcsolatban én nem érzem azt a fajta ilyen, vagy hogy mondja, nincsen koherencia a dologban. Tehát amikor bejön egy aktív politikus, aki épp a múlt héten szavazott meg mondjuk egy hajléktalan bebörtönzést, és tart egy órát, mintha mi sem történt volna talán európai jogból, és nincs konfrontálva azzal, hogy egyébként a jelenléte egy jogi képviseleti elvű oktatásban, azt mondjuk így konfliktuózus. Azt én problémásnak érzem, ez megint más kérdés, hogy ezt nem tudom, mennyire lehetne végrehajtani, vagy mennyire lehetne, nem tudom, így számon kérni az intézményeken, de ezt például gondnak érzem, mert hogy ennek van egy rejtett tanterve, ennek az a rejtett tanterve, hogy bejövünk ide az intézménybe, valamit blablázunk, és ez teljesen irreleváns, szerezd meg a papírodat, és tagozódj be egy intézményrendszerbe, és akkor fogsz működni. Ez szerintem a legrosszabb politikai rejtett tanterv, és ez mindig erősebben érvényesül, mint amit a leírott kurikulumban megkap az ember. Azt hiszem, ennyit akarok mondani. No, hát sajnos én még egyetemi oktató nem vagyok. Azt viszont el tudom mondani, hogy hallgatóként, és itt most nem csak Höknek a szempontjában, a hallgatóként, és itt csak lokális szinten, itt az ELTE BTK-n, nem igazából éreztük azt, hogy bármelyik oldal felé elkötelezett oktató kollégánál, az óráknál mondjuk megjelent volna egy olyan diskurzus, ami elvitte volna egyik vagy másik irányba a történetet. Ezeket az oktató kollégákat egyébként ATV-n, Hírtévén nagyon szívesen nézzük, sőt egy nap egyébként beülünk az egyiknek, meg a másiknak is az órájára, és tényleg hát magától a témától függetlenül, az óra témájától függetlenül azért intellektuális élmény bármelyik oldalról hallgatni oktatóinkat. Az, hogy ez melyik egyetemen milyen erősen jelenik meg, és az, ahogy említetted is, ez igencsak karspecifikus, tehát, vagy disziplina, igen, disziplina specifikus. Ennyi. Nagyon sok felé ágazik már most ez a vita, és hogy mindenre reagálni tudnék, ami itt most felmerültek, az is elég sokáig tartana, és nyilván nem akarom. Az egyik az, hogy azt megint hagyd kezdjem ezt a hozzászólásomat azzal, hogy két éve, egy március 15-én a Calvin téren, vagy 18-án egy igazi hóesésben, én úgyhogy közben vágott a szemembe a hó, és csípte a szemgolyómat, annyira undok volt az idő. Azt kiabáltam ott a Calvin téri zuhogó hóba, hogy magyar lányok és fiúk, legyetek politikusok. Tehát ugye van egy ilyen rettenetes helyzet, amelyikben ugye egy vákum van a politikai térben, legalábbis az egyetem falai között, és ugye Paprika Kinga az előbb mondta, hogy ez nyilvánvalóan, én is úgy gondolom, hogy ez nem független ez a helyzet attól, hogy ilyen protest pártok, mint ugye mind a kettő egyébként protest párt, a Zöld is és a Jobbik is, ilyen gyors és komoly sikereket ér el, különösen ami a Jobbikat illeti. Itt viszont rögtön vitánk van, mert ugye az egyetem az egy plurális intézmény, politikailag biztosan nagyon is plurális, tehát azt mondani, hogy a Jobbiknak nincs helye az egyetemen, azt én elméletileg is helytelennek tartom. Ugye alapkérdés az, hogy mit gondolunk a véleménynyilvánítás szabadságáról, és mit gondolunk a szabad vitáról.
ha hívei vagyunk a szabad vitának, akkor nézetem szerint nem mondhatjuk azt, hogy a Jobbiknak, vagy a Jobbik szimpatizánsainak egy egyetemen nincs helyük. Még azt is hozzáteszem, hogy ezt még én természetesen az oktatói karra is értem, tehát ez mindenkinek a magánügye. Ráadásul ugye azzal is jó lenne leszámolni, hogy nem romlatlan, szűzies lelkek vesznek bennünket körül, hanem az a jó, hogyha a diákok szépen megkapják mindent, mindazt, ami egyébként az étlapon ott van, és felelősen gondolkodva lehetőségük van választani. Azt is hozzáteszem, hogy szilárd meggyőződésem az, személyes meggyőződésem is, azt hiszem, hogy élettapasztalatom is, hogy az ember a világnézetét jobb, ha nem rejti el, annál is inkább, mert nem is tudja elrejteni. Én arra is emlékszem, hogy Galica Péterrel egy olyan gimnáziumban jártunk, ahol, nem tudom, hogy ő erre mennyire emlékszik, ahol jó néhány olyan tanár volt, aki 56-os magatartása miatt félre volt téve, és ezektől a tanároktól én a magam részről nagyon sokat tanultam, és ezek annyira megfélemlített emberek voltak, hogy ők mindent elkövettek azért, hogy titkolják azt, hogy ők hogy kerültek ide, miért csak középiskolába taníthatnak, miért akkor az egy eldugott hely volt az iskolán bejárt, és azt gondolom, hogy akiben egy pici érzékenység volt, az tökéletesen tudta, hogy kivel áll szemben. Tehát nem, már csak azért sem szabad a filozófiai meggyőződésünket eltitkolni, mert úgy is remény, illetőleg, ha meg sikerül, akkor meg ugye ott nincs is személyiség. Tehát azt gondolom, hogy a diáknak is és a tanárnak is joga van arra, hogy világnézete legyen, joga van, hogy ezt a világnézetét megvallja, és akkor, amikor ennek a világnézetének a kinyilvánítása véletlenül párhuzamos egy pártnak a tézisével, az is azt gondolom, hogy rendben van. Azonban tényleg vannak korlátok, tehát olyan nézeteket egy egyetemen egy oktató bizonyosan nem terjeszthet, amely például az egyenlő emberi méltóság követelményét sérti. Tehát ha valakinek extravagáns politikai nézetei vannak, azt tudnia kell, hogy egy európai alkotmányos rendben az ember és ember között például semmilyen módon a méltóság tekintetében különbséget nem lehet tenni, nem lehet azon elmélkedni, hogy a tótok, a románok, a zsidók, a romák, a nem tudom, a melegek, így vagy úgy kevesebbek, mint más. Tehát ilyet nem lehet mondani. Másfelől azt is gondolom, hogy ha a diákok esetében ezeket a megszorításokat én nem helyeslem. Tehát én gyakorlatomon föláll egy diák, és undorral emlegeti a tót, és tót népnevet, és akkor úgy megkérdezem, és azt gondolom, hogy ennek tényleg így van értelme, hogy neki Kossuth oké-e. És akkor azt mondja, hogy Kossuth az oké, és akkor mondom neki, hogy a Kossuth családban csak a férfiak tudtak magyarul, mert mindenki tótul beszélt, ugyanis tótok voltak. Meg hogy az Rínyi oké, és tehát ez, hogy mondjam, nem egy nagy találmány, de az, hogy az mindig rosszabb, hogyha valamit nem szabad elmondani, és ugye tiltott meggyőződés, mint hogyha bármiről szabadon beszélhetünk, és ezt hát megfelelően lehet, hát vagy lehet kezelni, vagy nem, de a kimondott szó az mindig többet ér, mint az elhallgatott. Kimondott vélemény többet ér az elhallgatottnál. Az, hogy egy tanár, egy professzor, egy egyetemi oktató az egyetemen belül kirekesztő nézeteket nem mondhat, ez azt gondolom, hogy alkalmazási feltétel, tehát aki ezt nem teljesíti, annak oktatóként egy európai egyetemen valószínűleg nincs helye. Vagy hát a civilizált világ bármelyik pontján egy egyetemen, nem Észak-Koreára gondolok. De hogy az egyetem a falain kívül milyen politikai nézeteket hangoztat, ott én megint a nagyon megengedő állásponthoz hajolnék, tehát tudunk olyan egyébként szakmailag nem rossz egyetemi oktatót, aki a Jobbik egyik vezetője, és például a jogtudományi karon tanít, nem helyeselném, hogyha eltávolítanák a karról, akkor sem, hogyha ő egyébként ugye pártpolitikai vezetőként olyasmiket
állít, amely sértik ugyanazokat az elveket, amikre az előbb próbáltam célozni. Úgyhogy, de ez egy vélemény, ugye ez abszolút vitatható természetesen, és egyébként mondom, hogy ezek a tézisek, amik ott vannak önök előtt, ez az Eötvös Károly Intézetben kiverekedett álláspont, hozzáteszem, hogy ezen mi százszor összevesztünk egymással, ami jelzi azt, hogy ez minden csak nem vitathatatlan álláspont. Most ebben a körben ennyit szerettem volna. Réka, ehhez valamit? Lettél volna? Majd kérdez. Igazából nekem csak egy kérdésem lenne tanár úrhoz, így rögtön a monológ végén, hogy mennyire lehet a társadalom elvárásának hívni azt, hogy mondjuk a Jobbikban politizáló, egyébként szakmailag kiváló oktató eltávolításra kerüljön a karról. Tehát, hogy nincs egy ilyen, és mondjam, társadalmi igény erre, hogy akkor ne legyen ez a két kalaposság, hanem csak az egyiket csinálja. Az ember? Hát nyilván társadalmi igény arra is van, hogy legyen kötelező a Jobbik filozófiája az egyetemen. Erre is van egy társadalmi igény. Nem is nagyon csekély ez a társadalmi igény. Nagyon távol áll attól, amit én gondolok. Hát az én személyes véleményem az, hogy mondjam, volt olyan első indulatom egyetemi kollégával kapcsolatban, amikor otthon magamba, vagy a feleségemnek azt mondtam, hogy ilyen embernek nincs helye az egyetemen, és hogyha lehiggadok és végig gondolom, akkor az az érzésem, hogy nagyobb baj lenne abból, hogyha a vállalhatatlan nézeteket az egyetem falain kívül hangoztató tanárt eltávolítanák, mint hogyha marad. Mondom, abban az esetben, hogyha ezeket a nézeteket a oktatás, tehát megtartóztatja magát, ott ezt nem mondja. Nyilván a hallgatók tudják, nagyon, nagyon nehéz ügy. Tehát nem mondom azt, hogy biztos, hogy igazam van. Tehát nekem például egy roma hallgató, ahol tanítok, a Miskolci Egyetemen elmesélte azt, hogy ül, ahogy itt önök egy előadáson, ráadásul megfigyeltem, hogy ez az illető rendszerint egyedül ült, és nem volt mellette senki, nem tudom, hogy ő húzódott el, vagy mások húzottak el tőle. A Miskolci Egyetemen sem mindennaposak a roma diákok, vannak egyébként, és arról hallgatott előadást, hogy a roma asszonyok kalapáccsal verik a hasukat azért, hogy beteg gyerekeket szüljenek, akikért magasabb ellátást kapnak, és ezt mondja a tanár, körülötte a diákok meg röhincséltek. Tehát azt mondom, hogy ez az, ami megengedhetetlen, tűrhetetlen, mert az egyetem egyfelől plurális hely, másfelől pedig egy védettséget is kell adnia, tehát egy bármilyen értelemben hát kisebbségi helyzetben lévő személynek az egyetem egy védelmi pont kellene, hogy legyen, vagy kell, hogy legyen, ahol ő megkapja azt a tiszteletet, amit adott esetben a villamoson vagy a metron nem kap meg. Én visszakérdeznék ennek a jobbikos oktatónak a példáján, bár engem ő mondjuk mindegy. Szóval, hogy szerintem van itt egy kérdéssor, amit ilyen helyzetben feltehet magának az ember, hogy tudni élik, működik valahogy a magyar akadémiai élet, rendkívül zártan, rendkívül forrás és erőforrás hiányosan, tehát effektív nincs pénz oktatókat felvenni egy tanszékre, nem is tudom, hova nézzek most hirtelen, és vannak sok szempontból problematikus személyek. Én nagyon fontosnak tartom ezt a rejtett tantervet, ezt már emlegettem, amit egy oktató az egyetemen kívüli magatartásával tanúsít, és ezt nem rendőrködés színvonalán tartom, vagy így rendőrködés, gondolatrendőrség céljával tartom fontosnak, hanem őszintén azt gondolom, hogy az nagyon erős edukáló hatással van a hallgatókra, és nagyon erős üzenetet hordoz azzal kapcsolatban, hogy mit ér az a tudás, amit ő az egyetemen, vagy főiskolán, mert a főiskolákról nem beszélünk, mert ez egy ilyen fura helyzet, elsajátít, hogy azzal mihez kezdjen, hogy ő neki milyen
milyen vezérelveket kellene követnie az életben, és nyilván egyébként ezeknek az embereknek aztán a jó indulatára lehet utalva, és a többi, és a többi. Úgyhogy ilyenkor én azt a kérdést tenném fel, akár ebben az esetben, akár akkor, amikor végre mondjuk, mit tudom én, ez volt ugye a tavalyi év vége felé, vagy ez, ennek az évnek az elején, mert nem tudom, nem emlékszem a dátumokra, túl sok van, hogy G. Fodor Gábor ellen indult végre egy etikai eljárás, szerintem nagyon helyesen, abszolút egyetemen kívüli tevékenység miatt, amit mondjuk már jóval korábban meg lehetett volna indítani, de legalább megindult, ez szuper, vagy ott van ennek a Jobbikos oktatónak az esete, vagy ott van mondjuk az Orbán Ráhel órája, amikor így, hát lehet, hogy Orbán Ráhel tud valamit, akkor szerintem fel kell tenni azt a nagyon alapvető intézet fenntartói kérdést, hogy ezek az emberek rendelkeznek-e olyan speciális tudással, amiben a tanszék adománygyűjtésén kívül természetesen, vagy a kar hatalmi befolyásán kívül, rendelkeznek olyan speciális tudással, amit más képességes oktató ne tudna nekik ebben az országban, ezen a tudáspiacon megadni. És itt most nem is annyira a piaci szemlélet a fontos, hanem hogy ráadásul ugye olyan emberekről beszélünk, akikről még azt se lehet mondani, hogy szegények rá vannak szorulva az egyetemi oktatói díjakra, amelyek ugyanakkor meg kell jegyezzem információim szerint nem különösebben magasak. Tehát nem hiszem, hogy Orbán Ráhel abból áll a saját lábán. Vagy bárki más, vagy a G. Fodor Gábornak egy öltést is számít a költségvetésében az, hogyha egy évben tart egy darab kurzust az ELTE-n. De hogy van-e olyan egyébként szakmai és nemzetközileg komparatíve feltüntethető tudás, amit csak ezek az emberek tudnak megadni ebben a képzési rendszerben. Én őszintén nem hiszem, iszonyú mennyiség, tehát lélekszámban exportáljuk a képzett értelmiségieket szándékunk ellenére, azért, mert nincsen Magyarországon munkahely, nincsen Magyarországon karrier lehetőség, és többi, és többi. Tehát nem hiszem el, hogy ezeket az embereket puszta ilyen egydimenziós elvszerűségből ott kell tartani a helyükön, amikor mondjuk problémássá válnak. Csak a pontosítás kedvéért azt szeretném jelezni, hogy a Orbán Ráhel esete az nem ide tartozik. Tehát az nem a politika és az egyetem, vagy pedig egy, hogy mondjam, egy olyan dimenziója, amire mi egyáltalában nem gondoltunk ebben a szövegben. Ez a nepotizmus, ugye nem akarom szegény balkáni népeket bántani, ezért nem is mondom, mert egyébként a sok tekintetben mondjuk Romániában ilyen vonatkozásban jobb a helyzet, mint Magyarországon, tehát a Orbán Ráhel esete nem ide tartozik. Azt egyébként a szövegünkben benne van, hogy az az oktató, aki az egyetem falain kívül előítéletes megnyilvánulásokat produkál, azt az egyetem elítélő véleménye sújthatja. Én azt a nézetemet képviseltem az eddig is, hogy ez nem mondjuk felmondási jog. Nyilván vannak határok, tehát van olyan határ, amit ha valaki átlép, arra én is azt mondom, hogy az felmondási jog, de egy előítéletes szöveg nem tartozik ide. Ugye abban sem értünk teljesen egyet, hogy ezek az emberek, akikre Réka gondolt, hogy ők nélkülözhetetlenek az egyetemen, mert ugye nem ez a megítélés alapja, hanem az, hogy megütik azt a szintet, amit annak az egyetemnek a vele mondjuk versengő adjunktusa szakmailag vagy docense képvisel. Tehát ugye a Cambridge-i, nem tudom, követelményeket veszünk, akkor lehet, hogy adott karon senki nem alkalmas oktatónak, tehát nyilván az adott mezőnyt kell nézni, és hogyha az adott mezőnyben ezeknek az embereknek megvan a helyük, én nem támogatom azt, hogy el kell őket távolítani az egyetemről. Ennyi. Akkor én áttérnék a harmadik fontos témára, a diákok politizálására. Az egyetemen többször elhangzott, hogy az oktatóknak ugye jobban oda kell figyelniük arra, amit mondanak. De mi van a diákokkal? Például plakátolási rend szokott az egyik fő probléma lenni, elsősorban Murai László felé fordulok, hogy milyen szabályai kell, hogy legyenek, vagy kéne, hogy legyenek a plakátolásnak? No, hát alapvetően a hallgatóknak
a politizálása szerintem azért egyrészt nagyon sok oldalról megközelíthető kérdés, másik pedig nem feltétlenül a plakátolás a legégetőbb kérdés. Ennek ellenére, ha már konkrétan ez volt a kérdés, akkor alapvetően a kampuszunkon kétfajta plakátoló felület van. Az egyik a hallgatói önkormányzat, hatáskörében van, a másik pedig az üzemeltetésé, az tőlünk teljesen független. Plakátolási rend, sajnos nem tudom fejből, pedig illene, nem határoz arról, hogy politikai pártoknak rendezvényei, vagy bármi ehhez kapcsolódó sztorit ne lehetne kirakni, de nem is jellemző, hogy egyébként ezeken a felületeken az ilyen típusú rendezvényeknek a promóanyagai megjelennének. Igen. A tanár úr szavaihoz kapcsolódva, hogy ott ugye volt egy ilyen kijelentés, hogy ahogy egyre magasabban vagyunk egyfajta társadalmi hierarchiában, ugye egyre inkább vigyázni kell arra, hogy mit mondunk, mit csinálunk, hogy csináljuk. Ez egyébként a hallgatóknál is megjelenik, és különösképpen a hallgatói önkormányzatnál, ami egy reflektorfényben lévő felsőoktatási konstrukció. De szépen mondtam. Tehát a választási kódexünk és az etikai kártánk, amit egyébként tavaly fogadtunk el, és ez egy ilyen országos szintű szabályozás, az világosan kimondja, hogy semmilyen fajta pártpolitikai tevékenységet a hallgatói vezetők nem végezhetnek, és nem csak a hallgatói vezetők, hanem a választott képviselők sem, érdekképviselők sem. Ez egy kicsit a kérdésem a társadalmi elvárással kapcsolatban, az oktatók szemszögéből ez azért is merült fel bennem, mert a hallgatói önkormányzattal kapcsolatban ez a társadalmi igény, ez megjelent. Erre a hallgatói önkormányzatok országos szinten is reagáltak, ez lett igazából az eredménye. Én akármennyire is, nagyon jó lenne, hogyha itt az egyetemen belül, vagy egyetemen kívül hallgatóként bármiről lehetne beszélni, bármilyen kapcsolatban lehetne állást foglalni. Ennek ellenére nem feltétlenül örülök annak, hogyha egyébként az igen nagy 150 fős szervezetünkből valakiről az a hír járja, hogy akár aktivista, akár pártközeli, tehát hogy ez egy olyan dolog, ami neki is kellemetlen, meg a hallgatói önkormányzat megítélésének is. Én alapvetően nem tartom egy rossz dolognak, hogyha valaki fiatal korában már elkezd a politika felé kacsingatni, főleg, hogyha van affinitása, de mivel ez egy ilyen kényes téma, ezért el kell dönteni, hogy most egyiket vagy másikat csinálom. Ennek ellenére meg van egy olyan aspektus ennek az egész sztorinak, hogy aki hallgató érdekképviselő szeretne lenni, az részt vesz egy választáson, és hogyha a hallgatótársai meg megszavazzák, akkor én, mint mondjuk a hallgatói önkormányzatnak az elnöke, nem mondhatom azt neki, hogy hát Géza, ne legyél hallgató érdekképviselő, mert láttalak a Gyurcsánynak szórólapozni, tehát hogy nehéz kérdés. Ugyanúgy, mint az oktatók esetében, hallgatói önkormányzat esetében is. És mivel talán, hogy is mondjam, a professzoroknak, oktatóknak a társadalmi megítélése is magasabb, mint mondjuk egy hallgatói önkormányzati vezetőnek, ezért nálunk, hogyha ilyen tények vagy feltételezések megjelennek, akkor jobban megütjük a bokánkat, mert hogy nálunk ki van jelentve elég karakteresen, hogy ettől távol kell maradni. És ez szerintem egyébként nem probléma. Én ezt tök jónak tartom, nem is tudtam, hogy van ilyen. Szóval, hogy van egy ilyen összeférhetetlenségi szabály, ez nem tök jó. És szerintem ki lehet bírni az egyetemet, hogyha az ember hallgató érdekképviselő, akkor kap elég, nem tudom, agency-t ahhoz, hogy kibírja, hogy még két évig nem szórólapozik a Gyurcsánynak. Én tudok élni már évek óta anélkül, hogy szórólapoznék a Gyurcsánynak. De most ez egy kiszerű poénkodás. Ami szerintem ennél fontosabb, ami megütötte a fülemet, és örülök is, hogy szóba jött, mert hogy engem a hallgatók politizálása szempontjából sokkal kevésbé izgat az összeférhetetlenség, mert hogy a hallgatókért, tehát hát most igen, szóval hogy ebben egyetértünk, hogy
És egyetértünk Majtényi Lászlóval is, hogy a hallgatóknak sokkal több lehetősége kell legyen mindenféle politizálásra. Na de itt jön a marxista szempont, hogy van ez a szép ilyen liberális szabályozás, ami végtelenül jó hiszemű és szükséges. Na de itt jönnek a gyakorlati feltételek, hogy nem adottak a keretfeltételek ahhoz, hogy a hallgatók saját jogon bármilyen politikai vitát vagy ilyesmit folytassanak, aminek az üzemeltetés az egyik fő oka, ugyanis például az ELTE esetében, a legtöbb egyetemi kampusz esetében külső üzemeltető cég kezében van maga az intézmény, és a hallgatói rendezvényekhez is, ha csak nem állati proaktív és autonóm a tanszék és kiharcolja a hallgatói számára. Például a BME-n, a BME Zöld Kör, ami egy 86-os vagy 87-es alapítású belső hallgatói szervezet, és egy ilyen környezetvédelmi, természetvédelmi, egyébként tök ügyes klub, ők bérleti díjat fizetnek minden egyes találkozójukért az egyetem üzemeltetőjének, amit mondjuk a röhelyesnél kicsit erősebb jelzőkkel illetnék, hanem itt az alma máterben ülnék. És velem is előfordult számos alkalommal, hogy közölték, például akartunk tartani, és aztán tartottunk is, mert a mi tanszékünk proaktív volt. Kitaláltuk, hogy tartunk, illetve György Péter javaslatára szerveztünk egy MediaHack konferenciát, és akkor közölték velünk egy bizonyos ponton akkori hallgató érdeképviselők egyébként, hogy hát annak terembérleti díja van. És akkor a tanszék kijelentette, hogy ez egy tanszéki program, azaz nem autonóm hallgatói program, ami nekünk tök oké volt, mert tök megengedő volt a tanszék, és egyébként egybe is esett a mi irányválasztásunk a tanszékével, de hát van egy csomó olyan eset, amikor az ember olyasmit szeretne csinálni, amivel a tanszékvezetője, oktatója, akármicsoda nem különösebben azonosul, és mondjuk nincsenek hozzá oktatói vagy tanszéki szövetségesei, hogy ezt a tanszék saját programjaként jelentse be, tehát hallgatóként autonóm programot effektív nem tud szervezni. És ez így működik az egyetemi üzemeltetésben, a legtöbb intézményben, azaz nincsen szisztematikus, vagy inkább azt mondom, hogy szerintem szisztematikusan biztosítani kellene a jogosultságot a hallgatóknak saját programokra, és az egyetem intézményi, tehát az egyetemi kampuszoknak nyilván észszerű, de használatára, hogy ilyen programokat szervezhessenek, mert ez szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyetemi polgárok ne puszta fogyasztók legyenek, akik átfolynak egy rendszeren, mint hétköznapi ember a Moszkva Kálmán téren, hanem igénybe tudják venni, tudják használni, hasznosítani ezt a teret, és azt az időt, amíg itt jelen vannak, ami nagyjából az utolsó pillanat, amikor életükben befolyásolható érdemben a világnézetük. Még mielőtt elmennénk nagyon messzire, én itt megállnék egy pillanatra, hogy kicsit azért különítsük el, hogy mi a különbség a között, hogy valaki aktivistaként részt vesz mondjuk egy zöld mozgalomban, egy bármilyen politikai jellegű eseményen, és egy pártpolitikai jellegű eseményen. Tehát azért van különbség egy mozgalmakban részt venni, aktivistáskodni, és pártpolitikai rendezvényen Gyurcsány Ferenc megszórólapozni. Erről mit mond például a hallgatói önkormányzat elnöke. Vagy egyébként, hogyha Rékához kapcsolódva, nagyon-nagyon nagy különbség van, hogyha én ide most a, nem tudom, LMP-nek vagy az Együttnek egy rendezvényét szerveztem volna, vagy most itt az Eötvös Károly Intézetét, ami nyilván egy politikai jellegű esemény, hiszen benne van már akár a nevében is. Tehát ilyen dolgokban mit gondoltok? Mi a különbség a kettő között? No, akkor én... Most szóval egy gyors válasz Rékának. Nem feltétlenül látok bele az országban működő összes egyetemnek az üzemeltetési szabályzatába, de azt tudom, hogy ugye 2015. januárja óta, amikor a kancellár megjelent az ELTE-n, akkor az SMS módosításban benne volt, hogy az ingatlan gazdaságot, tehát ő lett az ingatlan gazdája az egyetemnek. Ezelőtt ugye a dékán volt az ingatlan gazda, és szerintem hallgatói rendezvény keretein belül én nem tudok olyanról, amiért terembérleti díjat kellett volna fizetni. És ez most sincs így. Tehát itt az ELTE... Akkor nektek jobb, mint nekünk volt. Itt az ELTE BTK-n. Ha akarsz tartani egy rendezvényt, akkor fenn van a btk.elte.hu-n az űrlapok között a teremigénylő.
a teremigénylőt letöltöd, kitöltöd a cím, időpont, helyszín, stb. Ha behozod a högbe, akkor én aláírom, megy rá egy pecsét, és fel kell vinni a dékáni titkárságra, és innentől kezdve, hogyha az idősáv és az a terem, amit igényeltél, az megfelelő, akkor... Akkor azt hiszem rájöttem, hogy itt akadtam el, mert Szávai István volt épp a hökelnök, amikor én ezt próbáltam bejelenteni, és valahogy nem kaptam rá aláírást, de ez egy másik kérdés. Hát mondjuk tehát, hogy valószínűleg igazad van, és ebben én tévedek, hogy van ennek egy eljárásrendje, csak kicsit sok volt a buktató akkoriban, amikor én ezzel kínlottam. Hát Szávai István nem mostanában volt azért hökelnök, tehát... Öreg vagyok azért. Még hadd mondjuk. Ugye... Jó, bocs, csak, de röviden. Az Eszter kérdésére az egyik az, hogy az itt egy nagyon fontos dolgot még hozzá kell tennünk. Tehát egyrészt, hogy az egyetem az egy plurális hely, ahol mi a politikai színskála sok eleme megjelenhet. A másik viszont az, hogy az egyetem semleges. Tehát ugye az eredeti kérdés arról is szólt, hogy milyen plakátokat hogy lehet kitenni. Erről nyilván lehet az egyetemnek egy saját szabályzata, de arra vigyázni kell, miközben azt mondom, hogy egy diák kitehet egy párteseményt reklámozó szöveget is az egyetem falára, de arra nagyon kell vigyázni, hogy ez úgy jelenjen meg, hogy véletlenül se lehessen egy olyan jelentést tulajdonítani ennek, minthogyha ez az egyetemnek az álláspontja lenne. Tehát kellenek olyan felületek, olyan fali újságok, ahova nagyjából szabadon ki lehet tenni akár pártokat népszerűsítő szövegeket is. Ezt tanár ne tegye, de egy diák megteheti. A másik, ami nagyon-nagyon fontos kérdés, és itt már több irányból fölmerült, az, hogy ugye mi most a pártpolitizálásról beszélünk. Olykor az állam olyan kérdéseket is politikai kérdéssé változtat, amelyek egyébként normálisan abszolút kívül állnak a pártpolitizálás keretein. Ilyen a menekültügy. Ilyen egyébként mondjuk a melegek jogainak a helyzete. Ez nem pártpolitika, kivéve amikor mondjuk mint pártprogramról beszélünk róla. Tehát ahhoz, hogy menekültügyi beszélgetést folytassanak az egyetemen, ahhoz nem kell semmiféle engedély senkitől, és ez nem tartozik a pártpolitikai tevékenység köré. Mert egyébként tudom azt, hogy van olyan egyetem Magyarországon, ahol egy melegek életproblémáiról szóló egyetemi beszélgetést úgy értelmez az egyetem, hogy az egy nagyon súlyos politikai kérdés, amitől jobb lenne távol tartani az adott intézményt. Tehát ezeknek semmi köze nincs a pártpolitikához, akkor sem, hogyha egyes pártok ezt mondjuk zászlaikra tűzik, és népszerűséget szereznek mondjuk a menekültek elleni uszítással. Én egyébként most először nem értek egyet feltétlenül 100%-osan egyet tanárúrral, mert én azért nem örülnék, hogyha az itteni hirdető felületeinken pártpolitikai rendezvényeknek a plakátjai megjelennének. Még akkor sem, hogy egy hallgató teszi ki. Tehát, hogy... a mi véleményünk szerint például hallgatók az egyetemre meghívhatnak pártpolitikusokat is, az pedig valahogy reklámozni hát ez, kell. Hát ez egy olyan aspektusa a sztorinak, ami szerintem persze, hogy az bele kell, ezt is plurálisan csinálják, bele kell, hogy férjen. Nem mindig a Gyurcsányt hívják meg, hanem olykor mást is. Szegény Gyurcsány. Én hoztam fel elnézést. Nem már lassan elkezdem sajnálni, annyit szidom szegény. Mielőtt nagyon sajnálni kezdenénk, kinyitnám a kérdéseket a közönség felé. Nekem csak egy ilyen egyszerű kérdésem lett volna, hogy mondtad, hogy autonóm programokat simán szervezhetnek hallgatók, de akkor ahhoz mit kell tenni? Meg eleve akkor végig kell járni a bürokráciának a lépcsőit, ami elég hosszú, beszélni fel a dékánnal, vagy küldeni kell neki e-mailt, ami meg fog akadni, vagy akkor csak annyi, hogy elküldünk neked egy papírt, amit aláírsz, és akkor én így csinálhatok nem bármit, de... No, akkor még egyszer röviden, tehát kinyomtatásra kerül ez a papír, behozod a hallgatói önkormányzat irodájába, én azt aláírom, te visszakapod, és felviszed a dékáni titkárság, A épület, első emelet. Leadod, és utána, hogyha működik a sztori, van szabad terem, idő, stb.,
akkor te megkapod azt a termet, vagy ha nem, akkor visszajössz hozzám, és megkérdezed, hogy hát tudsz-e valamit tenni ezzel kapcsolatban. Én nem tudok egyébként, már mondjuk pont most így a közelmúltból tudok olyan rendezvényről, ami nem feltétlenül valósult meg, de annak egy elég értető háttere volt. Micsoda? Hát a nemrégiben kirobbant botrány egy bizonyos konzervatív szerveződéssel kapcsolatban, és ugye itt a karunkon is egyébként volt kettő darab kerekasztal beszélgetésük fantasztikus témákban, de aztán, amikor kirobbant a botrány velük kapcsolatban, akkor a kancellárián azt mondták, hogy ez nem fér bele az etikai kérdésekbe. Ezért, tehát, hogy amikor már nyíltan elment egyébként nagyon markáns, politizálós irányba a sztori, akkor azt mondták, hogy ez azért nem a politikáról való diskurzus, amit zajlik, hanem egy radikálisabb dolog. És, bocsánat, mert még nem gondolod azt, hogy az korlátozza a hallgatói autonómiát, hogy ennyire sok helyre kell elmenni, ilyen sok papírt kell aláíratni? Egy, hogy ez nincs is kommunikálva a diákok felé, tehát hogy erről nem tud senki lényegében. A másik meg az, hogy amikor valaki ebbe belekezd, egy idő után valószínűleg meg is unja, mert elveszi a kedvét az, hogy mindenhova el kell menni a aláírásokért. Hát nem tudom, egyébként én nap mint nap rengeteg teremigénylőt írok alá, tehát akkor valahogy mégiscsak tudnak róla, és nem én szoktam nekik elmondani személyesen, hogy ezt csináljátok. Akkor a kérdésben ez benne van, hogy ezt, és mondjam, szélesebb körben kellene népszerűsíteni ezt a lehetőséget. Én bennem ez egyébként fel sem merült, hogy a hallgatók erről nem tudnak, mondom, mert így állnak a teremigénylők az asztalomon, amiket így alá szoktam írni, és mondom, egyetlen egy példát kivételével egyébként az elmúlt egy évben, mert így napra pontosan egy évvel választottak meg a kelnöknek. Wow! Hát pedig tök jó egyébként. Csak ajánlani tudom. Induljál valamiért, hát nem tudom. Szóval igen, tehát akkor szélesebb körben kell népszerűsíteni. Ez egy olyan feedback, amire mi mindig, hogy is mondjam, tök pozitívan állunk hozzá, és megpróbálunk ezt szerint eljárni. Egyébként én ezt, tehát hogy ahhoz képest, hogy az egyetem többi, hogy is mondjam, folyamata, amit bármit, hogyha el akarsz intézni, mennyire körülményes, ennek az egy papírnak a kitöltése szerintem azért nem feltétlenül korlátozza oly mértékben egy hallgatónak az autonómiáját, hogy ez azért számottevő. Tehát, hogy azért rengeteg dologban kell papírokat kitölteni, meg leadni helyeken. Szerintem ez is egy ilyen kérdés. Ebben nem értünk egyet, de ez mindegy. Nem, akkor én még visszakérdezek, hogyha lehet, hogy működne a te elképzelésed alapján egy teremnek a megigénylése hallgatói oldalról? Hát szerintem sokkal egyszerűbb lenne, hogyha mondjuk olyan oktatók kezelnék ezt, vagy nem is tudom, kicsoda, akik sokkal közelebb vannak a diákokhoz. Tehát mondjuk a tanszéken el lehetne azt intézni, hogy itt van a tanszék, itt van a terem, és én szeretnék ide bejönni délután 4 órakor, vagy este 8-kor. Én még mondok egy mondatot, és akkor utána, hogy ez alapvetően tőlem akár lehetne így is, de mivel a kancellár az ingatlan gazda, a tanszékeknek aztán sajnos nem igazán van közük ahhoz, hogy éppen melyik teremben mi megy, nincsen átlátható adatbázis, ennek egy adminisztrátora van kari szinten, tehát hogy ha engem kérdezel, vagy az én véleményemre vagy kíváncsi ezzel kapcsolatban, szerint nek semmilyen akadálya nem lenne annak, hogy ez így működjön. Én csak röviden hozzáfűzném, hogy szerintem ez egy ilyen klasszikus jogtudatosság probléma, hogy embereknek vannak elvileg lehetőségeik, meg vannak elvileg jogosultságaik, amelyekkel szisztematikusan nem élnek, azért, mert semmilyen elérhető tudásuk nincs, vagy nem hozzáférhető számukra az a tudás. Ez amivel Majtényi Lászlót sokat szoktam kínozni, hogy persze szuper volt a rendszerváltó alkotmány, csak senki nem tudta megmagyarázni nekem Juliskának a kukoricaföld oldalában, hogy kell alkotmánybírósági beadványt írni, és hogyha neki veselkedem, akkor se sikerült volna. Szóval, hogy ez, tehát például az, hogy ezzel kapcsolatban mondjuk van szisztematikus tájékoztatás, ugye iszonyatosan sok munka megy abba, hogy embereket felvilágosítsanak a jogosultságaikkal, meg jogi processzusokkal kapcsolatban, videók, animációk, nem tudom, prezik, akármi. Szóval, hogyha valaha volna erre szabad kapacitásotok, az például egy szuper projekt lenne, hogyha ezek el lennének magyarázva.
ez akkor így fog történni. Ennyi, elértünk valamit. Egyébként ez általában úgy szokott működni, most így belegondolva, hogy mert mondjuk én töriszakos vagyok, és az ottani ügyeket is intéztem egy évig, hogy a hallgatók, akiknek ilyen vágyaik voltak, hogy rendezvényeket tartsanak, azok általában megkérdezték a szakos hallgató érdekképviselőket, hogy mégis hogy lehet teremhez jutni, mi meg elmondtuk nekik. De abban igazad van, meg mindenkinek igaza van, aki így gondolja, hogy erre központi felvilágosítás így nem volt. Tehát, hogy én biztos semmilyen formon nem mondtam el, hogy kell termet igényelni, mert nem hittem, hogy ez problémaként felmerül. Ehhez a témához csak annyit, és utána jön a kérdésem, hogy én pont most szervezek ide egy rendezvényt, és nekem se volt fogalmam, hogy kell csinálni, de megkérdeztem a Lászlót, hogy akkor most mit, hogyan kell, és ennyit, tehát szerintem erre fölösleges pénzt áldozni abból a szempontból, hogyha valamilyen fórumon meg tudjuk kérdezni, tehát mindent nem tudhat egy adott ember, tehát nem érthet akár az alkotmányhoz, stb. De hogyha van egy olyan hely, ahol meg tudja kérdezni, amit fenntartunk pénzért, akkor forduljon oda. Tehát én odafordultam, elmondták, hogy ennek mi a menete, megigényeltem, és most várom a választ. Tehát, hogy ennek szerintem ez egy teljesen normális módja. Itt a Hőkhöz egyébként annyit, hogy ugye az benne van az alapszabályotokban, hogy hát pártpolitikus, az nem lehet ugye a Hőknek a tagja. Mégis ugye rengeteg olyan emberről tudunk, aki például tehát korábban lett megválasztva, és mégis ugye tagja a Hőknek. Itt a kérdésem az az, hogy az, hogyha mondjuk én politikus vagyok, és kint politizálok, tehát akkor egyetemen belül, hogyha én politika semleges maradok, és csak a hallgatók érdekeit nézem, akkor miért nem lehetnék például hökös? Tehát, hogy ez a kettő, én nem tudom, hogy zárja ki egymást, mert van például olyan hökös ugye most megválasztásnál, aki semmilyen politikai tevékenységet nem végez, mégis két naponta oszt meg ugye jobbikos hát posztokat a Facebook oldalán, ami, hogy is mondjam, ahol ugye tájékoztatja a többieket, hogy milyen esemény lesz például a BTK-n, és én ezt annyira azért nem érzem fairnek, hogy olyan ember, aki politizál kint, és a saját adatlapján, meg ezeken a kommunikációs formán, ahol tájékoztatja a többieket, nem oszt meg politikai dolgokat, ellenben ő ugye nem lehet hőképviselő, az, aki pedig nem politikus, de terjeszti a politikai propagandát, az pedig lehet. Tehát, hogy én ezt a kettőt itt annyira nem érzem összefüggőnek. És még egy dolog, az már... Ja igen, hogy az akadémikusok ide a Kingához, hogy vannak kezdeményezések, tehát például a MoMA is ugye a akadémikus körökből nőtt ki, tehát a 75 tagjából 70 akadémikus, csak ezek nem kapnak ugye hát vízhangot, tehát a média nem foglalkozik velük. És itt az a kérdésem, hogy hogyan lehetne megvalósítani azt, hogy amit mondtak, hogy minden egyes politikai eszmével, párttal találkozzunk az egyetemen, akár csak beszélgetés szintjén is. Tehát, hogy, mert például a Jobbikot én teljesen helyénvalónak tartom az egyetemen, abból a szempontból, hogyha vitatkozunk vele, akkor meg lehet mutatni például a 8 párt ifjúsági elnökségi vitákon, ugye a liberálisok szervezik, azon rendre elverjük a Farkas Gergőt, mert fölvilágosítjuk olyan dolgokkal például a múltkori oktatásba, amiben nem tud beleszólni. Tehát egyszerűen az ő érveik ellentmondanak saját maguknak. És szerintem egy egyetemen van helye a Jobbiknak, pontosan azért, hogy egy nyilvános vitában meg tudjuk nekik mutatni, hogy hol tévednek. Tehát ennyiből én nem tiltanám ki, ellenben viszont én azt nem látom, hogy ezekre a vitákra egyáltalán sor kerülne. Tehát, hogy a most mindegy, a LMP, DK, MoMa, MSZP, ezeknek nem nagyon van helye az egyetemeken, tehát nem látom azt, hogy ők róluk valakit beszélne például, ellenben a Jobbikról meg a Fideszről igen sokan. És hogy ezt nem látom, hogy teljesen jó az a alapelv, hogy ismerjük meg a pártpolitikáknak a szakpolitikai irányát, de ha ez egyszerűen nincs elegendő diskurzus ahhoz, hogy megismerjük, akkor ezt hogyan lehetne kiküszöbölni, hogy ne legyen az egyik párt túlsúlyban. Az a jó a rövid kérdésekben egyébként, hogy lehet emlékezni az elejükre. Mi egy csomót pofáztunk már, ő meg csak ennyit. Az én részemről a kérdésedre a válasz az annyi, hogy aki nem
pártnak a tagja, nem aktivista, nem folytat ilyen tevékenységet, de megosztja a Facebookján a jobbikos cikkeket. Az egy olyan dolog, amiben szerintem egyébként egy hallgató önkormányzati vezetőnek nem lehet beleszólása. Én nem mondhatom meg neked, hogy milyen cikkeket osszál meg a Facebookodon, és nem feltétlenül mindegyiknek azonos konnotációi vannak, tehát hogy lehet, hogy azt írja, hogy hát ez hülye egyébként, nézd meg alfahír.hu, és lehet, hogy hát ez csak jó, mert én is így szeretem őket. A másik oldalról, hogy aki viszont pártnak a tagja, az miért nem lehet hallgatói érdekképviselő? Azért, mert lehet, hogy lennének olyan emberek, akik ezt a kettőt külön tudnák választani, ám nincs olyan szerintem numerikus rendszer, amivel te mondjuk meg tudod határozni, hogy te ezt most így nem csináltad, ő meg már csinálja. Tehát, hogy ez mivel nagy és mondjam, vitákat szülhet mindkét oldalról, ezért került kategorikusan ki a rendszerből. Finomítok, én nem azt gondolom, hogy a Jobbiknak ne, hogy a Jobbika ne kellene vitázni. Múlt héten is elmentem az N1 TV-be, elég dicsitelen volt nekik. Ha! Na mindegy. Szóval, hogy igen, azt gondolom, hogy tényleg szénnél kell verni őket, és le kell őket érvelni a gatyát róluk, és ebben biztos vagyok. Azt is gondolom, hogy volt olyan időszak, amikor indokolható volt az, hogy az ember nem áll velük szóba, de a jelenlegi politikai súlyuk mellett ezt nem engedhetjük meg magunknak, ugyanis ha soha nem lesz közvetlenül elmondva az ő közönségüknek az, hogy baromság, amit beszélnek, akkor esélyük sincs arra, hogy ezt meghallgassák. Szóval ebben a tekintetben én is így vagyok egyébként, tehát hogy igen, szóba kell állni a vitákba, meg lehet hívni, és az iszonyatosan fontos, hogy a viták moderációja, de ez is egy működési kultúrabeli kérdés, hogy a moderáció az nem egy ilyen kabátfogas szerep, hanem annak tényleg egy iszonyatosan fontos, kiemelt professzionális szerepnek kell lennie, hogy egy moderátor az például ezeket a nyilatkozó gépeket, ugye én is kaptam szóvivő képzést, ott arra képzik az embert, hogy ne folytasson diskurzust, hanem elmondja a saját üzeneteit, ha esik, ha fúj, ha tetszőleges etnikumú gyerekek potyognak az égből. És ez, ennek semmi értelme nincsen, ez destruktív, ez puszta propaganda tevékenység, és ezt meg kell akadályozni, hogyha a moderátor erre képes, az külön szuper, tehát ilyen vitákra szerintem is szükség van, viszont azt gondolom, hogy egy szélsőjobboldali párt, sőt egyébként más pártok is szervezetileg ne legyenek jelen az egyetemen, habár egyébként pont a Szálasi itt a Gólyavárban alapította meg a pártját, szóval hogy van ennek történeti hagyománya, de erre nem kell feltétlenül büszkének lenni, vagy én nem lennék az. De hogy egyszerűen a szervezetet ki kell vinni, ahogyan ez egy másik sztori, de pont mostában írtam el a Zöld Mozgalom történetéből, hogy én azokkal a zöld civil szervezetekkel dolgozom nagyon hosszú ideje, meg dolgoztam akkor csak velük, akikből, vagy ahonnan az LMP-t, meg a későbbi PM-et is, akkor az még ugye egy ilyen buli volt, egy az egybe egy szakajtóval kivitték. És ez egy iszonyatosan kemény közelharc volt, hogy rávegyük azokat az embereket, akik most pártmunkát végeznek, hogy igenis tegyék meg a distinkciót, mert nekik sokkal kényelmesebb nem megtenni a distinkciót. Egy csomó ilyen professzionális helyzet van, amikor jobb úgy tenni, mint hogyha privát személy lennél, de ezt igenis le kell tenni, ezt a garast, hogy most akkor pártozol vagy nem pártozol, mert azokat, akik mondjuk továbbra is a civil agency-üket, identitásukat, jogosultságaikat akarják használni, azokat borzasztóan rossz helyzetbe hozott, hogyha te egyébként pártpolitikusként ott vagy a szervezetükben, és ezzel a vállalásaikat keresztül húzod, a legitimációjukat elvitatod, vagy kiviszed a hátadon, és a többi. És ezt gondolom az egyetemről is, nagyon kemény vita volt, és nagyon nehezen lehetett kirugdosni őket azokból a civil szervezetekből, borzasztóan megsínlett ezt a zöld mozgalom. És azt gondolom, hogy az egyetemnek is szüksége van arra, hogy megvédhesse magát a pártpolitikai szervezetektől, azoknak a jelenlététől, mert hogy az autonóm egyetemi közéletet húzza keresztül, hogyha pártpolitikai szervezetek, bodies, sokkal jobban hangzik angolul, jelen vannak az egyetemi közéletben. Csak annyit, hogy egyetemek, a pártok az egyetemek nem működhetnek. Tehát ez törvényi tilalom is, hála Istennek, tehát szervezetileg nem lehetnek jelen. A jelenlét az ilyen eseti ilyen, hát meghívásokra korlátozott, hát természetesen. Hát illetve fű alatt toborzásra, meg szervezetépítésre. Hát az más.
kérdésem harmadik része az az viszont, hogy ismerjük meg a pártokat, tehát az egyetemen erre hogyan van lehetőség például. Tehát, hogy... vagy akár a szakpolitikai irányokat. Hát én szerintem mondjuk nem kell olyan nagy éles látás, de ez kétféleképpen értem, hogy nem is muszáj annyira nézni. Tehát a szegény Milton 1640-ben azt gondolta, jó, mi már egy kicsit másképp gondoljuk, hogy mi a világon a legnagyobb hatalom? A világon a legnagyobb hatalom az Úristen. Mi a világon a második legnagyobb hatalom? A világon a második legnagyobb hatalom szerint az igazság. És ki tudja azt elképzelni, hogy szabad vita, mondja ő, hogy szabad vitában az igazság a hamissággal szemben vereséget szenvedjen. Mi tudjuk, hogy ez előfordul, de azért azt fenn kell tartanunk, hogy az igazságnak egy szabad vitában azért elég jó esélyei vannak. Tehát én mindig is úgy vélem, hogy a viták erről nem kell kitérni, mert a vitákban az igazságnak esélye van győzni. Na most a pártok nem lehetnek jelen az egyetemeken szervezetileg. Pártpolitikust előadásra és vendégként meghívni az egyetemnek illik tartózkodni. Vannak helyzetek, amikor ez indokolt lehet, van, amikor a politikusnak van valami olyan szakmai tudás, amelyik indokolja a meghívását, de azért, hogy ossza a pártbeli észt, az nem, arra nem kell, hogy az egyetem vevő legyen. A diákok viszont meghívhatnak pártokat és pártpolitikusokat, nyilván egyetemi szférán kívül. És akkor ugye mi azt mondjuk, hogy akkor jár el helyesen mondjuk a diákszervezet, hogyha ez a meghívás, ez plurális, tehát akár egy eseményre hív több pártpolitikusát, vagy pedig egy sorozatot csinál, akkor ilyet is és olyat is. Ugyan, és itt aztán jönnek a nehéz kérdések, hogy azt nyilván mondhatja egy diákszervezet, hogy például a jogállamiságot elutasító, vagy a demokratikus értékeket tagadó pártot nem hívok meg, ezt megteheti. És ugye hol van a határ? Tehát a nulla... Nem lesznek vendégei. Igen, persze. És azok a pártok, amelyiknek a befolyása mondjuk a nullán van, mondjuk az elhangzott a liberális pártnak a neve, tehát hogy mennyire kell azokat meghívni, amiknek nincsen egyáltalán társadalmi befolyása. Én erre most nem tudom, itt csak ilyen hüvelykúj szabályok vannak, és józan belátás, de azt kell mondjam, hogy itt azért ezeknek a diákszervezeteknek, vagy a diákoknak a bölcsességére is kell hagyatkozni, nem kell mindent előre megmondani. Grosszán Vilmos vagyok, politológus. Az AIK-án végeztem, és majd Gifodor Gábor is szóba jön. A politikával kapcsolatban csak annyi, bocsánat, egy kicsit meg vagyok felzárva, hogy minden politika, ahol konfliktus van. Úgy lehet felismerni a pártpolitikát, hogy ide betolul, mert hasznot remél ebből. Tehát ez a legegyszerűbb. Tehát akkor ismerjétek fel, hogy valahol pártpolitizás van, hogyha bejön a két szereplő közé harmadiknak. Én, mint hallgató, én fogyasztó vagyok. Fogyasztó voltam az ELTE-n, az AIK-án. Tehát amikor bejött Gifodor Gábor, én azt fogyasztottam tőle, ami engem érdekelt. A tudományos munkássága. Azt, hogy ő a Fideszbe mit csinál, meg mennyiért, az engem nem érdekelt. Tehát én így leegyszerűsítem. Vagy például a Navracsis tanárul bejött, és ő azt mondta, hogy itt pártpolitikáról nem lesz szó az óráján, összehasonlító politika. És ehhez tartotta végig magát. A másik szelektálás, évfolyam társaim nem jártak be azokhoz a egyetemi professzorokhoz például, akik politizáltak, pártpolitizáltak. Tehát azt jelentett, hogy páran voltunk bent a 120 főből. Tehát szelektálás. Fogyasztok, ami kell, elveszem, ami nem, nem. Tehát én így látom ezt. Nagyon óvatosan két dolgot mondanék. Az egyik, hogy nagyon, tehát mégis egy tanár vagyok, én nagyon egyetértek a Lacival, hogy a diákok sokkal többet engedhetnek meg maguknak, mint a tanárok, és rettegnék egy diák oldalról túlszabályozott egyetemtől. Tehát úgy értem, hogy a világos, amit mondott, tehát hogy azt nem lehet túlszabályozni, mert van ennek a
ennek a game-nek, ha már itt ott van egy másik oldala, hogy aztán találkozunk órán. És akkor meg úgyis valami történik, és úgyis ott mindenki tud mindent, és az a diákok annyival kiszolgáltatottabbak a tanároknak ebben az értelemben. Nem a jog értelmében, hanem egyszerűen, mert ez történik. Tehát a tanárnak néz egy hatalmi helyzet, és az ember megtanulja, hogy ezzel hogyan ne éljen vissza, de hogy ez azt jelenti, hogy világos. És a Rékának csak egyetlen akarom mondani, hogy ez a baloldali. Szóval azt akarom mondani, hogy én nem tudom, mit jelenti, hogy a baloldal ki van szorítva, és ebben egyáltalán nem akarok belemenni. De mint hogy az általam, és nem általam, hanem ez az egyetemen tanított tananyag 70%-a baloldali filozófusokból, szociológusokból, politika elméletészekből áll, ezért szerintem ez egy szamárság. Az egyetemen egyáltalán semmilyen tilalom áll, nem esik semmilyen baloldali gondolat, mert Karl Marx-tól elkezdve, de azt akarom mondani, hogy amikor maga azt mondta, hogy az egyetemen egy ilyen tilalom van a baloldalra nézvést, akkor lehet, hogy a baloldali aktivizmus némely formája igen, de az egyetem lényegét illetően, a tanszabadságot illetően, nem emlékszem rá, hogy valaki azt mondta volna nekem, hogy ne tanítsam Adorno-tól elkezdve, tehát semmilyen baloldali hagyomány ez van az egyetemen, és nem csak ezen, hanem magyar egyetemenként kiszorítva egy pillanatig nincsen. És ez egy nagyon fontos mozzanat, mert hogy az egyetem, nagyon sok mérőpontja van annak, hogy az egyetem, egy ember meddig érzi magát szabadnak. Én speciál meg tudom mondani a saját mérőpontomat, mint hogy még soha. 89 előtt, ez a másik, nem akarom, 89 előtt sem szólt bele, nagyon óvatosan és kevéssé bárki abban, hogy mit tanítok. 89 óta egyetlen egy esetben nem emlékszem rá, hogy valaha valaki azt mondta volna, hogy ez nincs. Ebben az értelemben, ha már itt tartunk, az egyetemek kurikulumai, azok minden látványosság ellenére valójában egy baloldali eszemben tudományok vannak, aminek a hagyománytörténete. Ez a szociológiát nem lehet ez világosan elmondani. Az irodalomtudománytól elkezdve a Blanchon keresztül, akárki, akármit, ezek a figurák inkább baloldaliak. Tehát ez nem mérem, hanem ez egyszerűen egy tudománytörténeti diskurzus, ami szerintem nem ide tartozik, csak azt akarom mondani, hogy ennyit akartam csak mondani, és az egyetemnek van egy egészséges rendetlensége, ami engem nagyon megnyugtat. Ezt akarom. Az egészséges is visszavonom. Tehát van egy kedélyes rendetlensége, ami szerintem ezt elkezd. A tévedés az egy őrült fontos tapasztalat. És azt nem lehet túlszabályozással elintézni. Szerintem is nagyon fontos, mert ebben téved, Péter, én nem mondtam olyat, hogy tiltva volna bármilyen baloldali agenda, azt mondtam, hogy van egy kulturális zárás, aminek semmi köze szabályozáshoz. De szerintem, vagy legalábbis abban az egyetemi közéletben, amiben én utoljára egy olyan 3-4 éve voltam ismerős, ott volt egy súlyos távolság, vagy egyfajta, semmilyen tilalomról nem beszélek, nem véletlenül. Meg engem egyébként érdekes, hogy itt ülök, de hogy engem ugye kevésbé érdekelnek a szabályozások ebben a minőségben. Tehát, hogy igen, ez a tanszék, ez egy kivétel, de Péter, de nem, tényleg, tehát lehet úgy tenni, mintha nem, de ez ugye nincs így, effektíve nincs így. Hogy nincsen kulturálisan jelen az elköteleződések, a plauzibilis elköteleződéseknek ezen az elképzelt piacán. Én ezt nem fájlalom, vagy nem azt mondom, hogy így iszonyúan Marxot kéne olvastatni mindenkivel, amit egy baromságnak tartanék, hogyha ez elő lenne írva, bármilyen formában, vagy ilyesmi, hanem azt mondom, hogy szerintem van egyfajta hiány ezen a piacon. Az akadémiai értelemben van, de hogy nyilván ön is tudja, meg nem én leszek az első, aki jelzi, hogy például a hallgatói társadalomban nagyon máshogy vannak reprezentálva eszmék, elköteleződések, politikai elképzelések, mint az oktatói társadalomban. Akár hogyha megnézzük a diplomázottak és a PhD-sok közötti különbséget, már ott állati látványos lesz. Ez szerintem van, de most nem akarom rekapitulálni az egész elejét. Nem szoktam gondolkozni azt, hogy tulajdonképpen átjárkodtak a halakban.
Csak röviden annyit szeretnék, hogy 2011-ben rendeztünk egy Kádár konferenciát, Kádárnak születésének 100. évfordulóra, az AIK-en. Én kezdeményeztem, és évfolyam társaimmal. Ott nem engedélyezték, úgyhogy ide jöttünk át, Krasz tanár úr segítségével, itt az akkori Hökös, nem tudom, Fekete Bálint, vagy nem tudom, hogy hívták, ők segítettek. Tehát onnan kizártak bennünket például ilyen balos, a baloldalinak nevezett rendezvényről, és ide befogadtak. Nem, köszönöm. Szerintem óriási tétje van annak, hogy milyen betes reprezentációk vannak a hallgatók fejében, mert azon fog eldönni, hogy minden is hogyan fognak részt venni, illetve hogy az első többségük hogyan nem fog részt venni. És ez nem azt jelenti, hogy magára A. igazodnia kellene, B. gyanakodnia, C. büntetnie, ebben egyik sincsen benne. Hanem legalábbis én nem ilyen közönsége szakosodott pedagógusként, én csak magának tanítok, tehát egész mások a tapasztalatai és kisebbekkel dolgozok. Azt gondolom, hogy egy közösségben proaktívan kell keresni és teremteni a beszéd lehetőségét, vagy valamilyen, tehát hogy a diskurzusnak, akár egy ilyen elkötelezettebb, átpolitizált diskurzusnak a lehetőségét, és én szisztematikus hiányt érzékelek az aktivizmusban, vagy az aktivitásban, azt látom, hogy van egy szűk réteg. Egyébként az elvárhatóan, ez mindig egy szűk réteg, akkor tényleg ez dolgokban, bármilyen, de mondjuk az elvárhatónál vagy a feltételezhetőnél jóval szűkebb réteg, és ennek van oka. És ennek az okait szerintem, és ez probléma. És ennek az okait meg kell keresni. Szerintem ezek alapvetően kulturális okok, mint ahogy mondtam, nem látok szabályozási akadályt. Azt gondolom, hogy van ennek a fajta passzivitásnak, ami nem a gondolattan passzivitás, amit még mindig iszony sok helyre hallom, hogy nyilván ezeknek az emberek nincs semmi a fejében, ezt nem vagyok hallom, de más egyébként tanárok kellett sem tudjuk mondani, ezt nem most, hogy ilyenek mondjam. Ez nem a gondolatlanságnak a luxusa, hanem van ennek, van tényleg egy ilyen valamilyen mintázat, amivel szerintem ez a fontos. Tulajdonképpen ezzel kapcsolatban is szeretnék valamit mondani, hogy itt érdekes módon kibontakozott két egymástól többé-kevésbé független vita. Az egyik az, amit mi szerettünk volna, ez pedig az, hogy mi az egyetemi politizálásnak a kerete. Ugye mi jogászok vagyunk, ez egy nagyon, hogy mondjam, jogi probléma, de nyilván rendkívül fontos. Tehát ettől teljes mértékben független az a kérdés, bár a fejekben ugye összekapcsolódhat, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy a nekem rokonszenves politikai nézetek nagyobb súllyal terjedjenek az egyetemi közvéleményben.
De ez egy egészen másik kérdés. A kettőnek tulajdonképpen egymáshoz nincsen köze. Annak, hogy mik az egyetemi politizálás kívánatos keretei, annak ahhoz a kérdéshez nagyon komoly kapcsolata van, hogy van-e politikai közélet az egyetemen, hogy közömbösség van a politikai jellegű problémák iránt, vagy ezek elevenek, azzal összefügg. De azzal szerintem nem függ össze, hogy most a baloldal súlya növekszik, vagy csökken, és hogy a, nem tudom, a szélső jobboldal megerősödik, vagy nem. Tehát ez a kérdésfeltevés ettől a másik vitától független. Mind a két vita értelmes. Bocsánat, de most félbe kell szakítanom ezt a vitát, amit majd biztos vagyok benne, hogy még folytatunk a későbbiekben, és szeretnék mindenkit meginvitálni, hogy bármilyen formában az ekintet keresve folytassuk ezt a vitát, beszélgessünk róla. Viszont most lassan ránk zárják az egyetemet, úgyhogy szeretném megköszönni. Van egy kis akkor... én is akkor itt alszunk, és akkor mindenki kérdezhet, amit szeretne. Mindenesetre köszönöm szépen mindenkinek a részvételt.